A rájátszás első helyéért rendezték a hétközi NB1-es kosárlabda fordulót a középszakasz felsőházában, a szolnoki Olaj KK és az Atomerőmű Ese csapatai között. A felek a meccs előtt azonos mérleggel 7-1-es mutatóval álltak. A találkozót Jones kosaraival kezdte az Ase, majd a hazaiak percei következtek. Zunic edzőnek 15-7-nél kellett időt kérnie. A pauza után sem talált igazán magára a Paks, 24-14-jel zárult az első felvonás. A folytatásban a 15. percig továbbra is a házigazda akarat érvényesült, ám a félidő előtti percek az atomosoknak sikerültek jobban. Szabó Zsolt, Vón és Eilingsfeld találataival megkezdte a felzárkózást a piros-kék gárda. 4 pontra feljött ugyan a szünet előtt a látogató, de Bader és Trotter büntetőivel a nagyszünetben még mindig az Olaj állt jobban. A 36-29-es állás után a harmadik etap elején Vón pontjaival tartotta a lépést riválisával az Ase, de ezután Holiday, Vojvoda és Simon révén megrázta magát a piros-fekete sereg. 13 lett a differencia a felek között, sőt a különbség a 30. percre még tovább nőtt. 56-41-ről indult a záró negyed, melyben látszott, az Atom ezen az estén nem tud meglepetést okozni a Tiszaligetben. A fáradó paksiak nem tudtak fogást találni a szervezett hazaiakon. 70-44 volt az állás a 36. percben, az érdemi kérdések tehát eldőltek. A lefújáskor a végeredmény Szolnoki Olaj KK Atomerőmű Ese 77-55 lett. A 22 pontnyi különbség azt jelenti, hogy a két csapat paksi mérkőzésén az Ase csak akkor lehet első kiemelt a rájátszásban, ha minimum ekkora különbséggel legyőzi Dragan Aleksics együttesét.